kell választani ilyen banális eszközöket. Nagyon érdekes, mert maga, amit én alkotó folyamatban megértem, vagy már mint alkotóként apostrofálom magam, az körülbelül, hát már gyakorlatilag az egyetemi éveim alatt elkezdtem egy olyan világban dolgozni, vagy egy olyan világgal, képi világgal, ami egy kicsit a banalitás fele megy el. Ez a fajta képi világ, ami kicsit szürreális, kicsit dadaizmus fele, vagy a turista dolgok fele mutat, vagy azt a hagyományt éleszti újjá, az is valamiféleképpen magával hozta ezt a fajta banális eszközök használatát. Egyszerű dolgokkal, egyszerű anyagokkal kísérleteztem. Ugye mindig is a zsebemben volt a Linux. Most ez a kiállítás, ebben a kiállításommal, vagy ezen a kiállításomon, ilyenekből is láthatunk példát. Az egyszerű anyag használat, vagy az egyszerű anyagok használatára. Linux készítettem mondjuk egy sorozatot, aminek Humanum Plantusok a címe. Összesen van belőle 8 darab, és Lino, ami gyakorlatilag egy monokró történet, fekete nyomatok, és színezettek, kézzel színezettek. Nem véletlenül találtam rá a színes ceruzára. Gondolkoztam az akvarellen, mint történeten, de azt gondoltam, hogy a színes ceruzának van egy olyan hatása, pláne a meditek papírokon, kicsit ilyen bolyhossá, kicsit hatássá teszi ezeket a felületeket, ami egyrészt egy kihívás az anyagtól, hisz nem könnyű merített papírra cenzával rajzolni. Másrészt meg egy picit hangsúlyozza ezt a fajta kicsit banális technikát. Még tesz rá egy lapát. Legutóbbi műértés cikkben, ami most megjelent a kiállítással kapcsolatban, Kozán Zsuska, hogy ezek gyakorlatilag a kics határain táncoló munkák. Banalitás tekintetében talán határon táncol. Maga a gics meghatározása nyilvánvalóan nem illik ezekre a művekre. Hanem azt gondolom, hogy talán a gics irányába ugye az olcsóság viszi. Az olcsóság látszata. Mert a gics is mindig arról szól, hogy annak ellenére, hogy rengeteg munkát lehet belerakni egy kics dologba, de az olcsóság látszata mindig leesik róla. Hogyha csak felületesen szemlélik, akkor esetleg azt gondolhatja, hogy ceruza, papír, olyan drága ez nem lehet. Így van. Magas minőség, magas méretükben ugye mindig kiterjedő dolgok, ezek mindig meghatározzák. De ez akkor a megfizethetőség a művészetnek, azt gondolom, hogy most már el kéne, hogy jussunk ehhez az alternatívához. A megfizethető művészetnél ott, hogy van-e rá egyáltalán megfizető kereslet, vagy dolgozni kell rajta ezerrel annak a rétegnek, aki nincsen éppen a galériák által überelve. Hát a galériák által übereltetnek is kell dolgozni. Mégis egy illúzió tud lenni. De foglalkozhat kizárólag azzal, amit akar csinálni? Kizárólag foglalkozhat, illetve beleszólhat egy gyűjtő, akkor mivel foglalkozzon, de azt gondolom, hogy foglalkozhat ő bármivel, ha a galéria nem tud eladni tőle. Azt is tudjuk, hogy a galéria tud eladni, hogyha akar. Mert a gyűjtő azt veszi, amit a galéria ajánl. Nem minden esetben tud, mert akkor egyre szűkebb az a réteg, aki még új embereket fedez fel magának. Sokszor belekerül a művész is egy olyan szituba, ami kényelmetlen számára. Már-már arcpirítóan kényelmetlen tud lenni. A szabadúszóknak nyilván könnyebb annyiban, hogy nincsenek lekötve. És annyiban nehezebb is, mert meg kell találni egy bizonyos. Ami nem alakult itthon, és ez a lényeg, az a fajta menedzser réteg, aki művészeket karol fel, nem 20 művészt, nem 10 művészt, egy művészt, max. 2 művészt, aki tud futtatni, a
akiben van ráció, de abba bele kell tenni a szívét el. Jól, már jól megtanult stratégiák szerint lehet fiatal művészként mondjuk, és nem magamról beszélek, mert már lassan középgenerációs vagyok, hanem fiatal művészként felugrani egy deszkára, mert már tanítják, hogy hogy kell felugrani egy deszkára, adott esetben. Azért azt is figyelembe kell venni, hogy kicsi ország, kicsi felvevő piac és egy nagyon sűrű régió. Mert ahogy én figyelem a művészeti piacot, vagy legalábbis nem sem a művészeti piacot, a művészet iránt érdeklődőknek az érdeklődési körét, egyre inkább Kelet-Európa felé fordultak. És a kelet-európai művészet, magyar művészet, tőlünk északra délre levő művészet, a rendkívüli érdeklődésre tart számot. Ez egy rendkívül sűrű régió, amit odakint a felvevő piac, akik pénzzel is rendelkeznek, nagy érdeklődéssel figyel. Magyarországon nincs számottevő középosztály, aki a feltörekvő fiatalokat vagy fel nem fedezett művészeket tudná támogatni anyagilag. Van egy nagyon magas anyagi bázissal rendelkező réteg, akik gyűjtőként belépnek, de ők a klasszikusokat gyűjtik. De az a réteg, az a középosztály, aki vásárolná a 50 és 500 ezer közötti képeket, a mostani fiatal középkorú művészeknek hatalmas segítség lenne és lendület lenne az életükben. Ez a réteg, ez itt Magyarországon nem olyan erős, akár Nyugat-Európában, Egyesült Államokban vagy Japánban. Azok, akik kelet-európaiként meg kijutnak ezekre a vásárokra, hogy az ilyen lehetőséget megkapják, hogy Nyugat-Európában, Amerikában mutatkozzanak, azok borzasztó kevesen vannak, ez a háló az rendkívül nagy luku. Igen, de azt látom, hogy miért ezt lehet tapasztalni, hogy a körülöttünk lévő országokból mindenki kiugrott valam, tehát a pannonokban nem tudott nagyot ugrani ebben az országban. Volt egy velencei biennálé, nem egy, de például ha aranyosztálydíjas kiállításra gondolt, az is megugrottunk volna, de mégse ugrottunk meg, mert igazság szerint az a magyar-magyar mentalitás, Magyarország jött, és ott vagyok, és visszatérek, ez nincs. A visszhang elmarad, sokkal kevesebb hírértéke van, mint bármi másnak, és utána ebből a visszhangból, vagy ebből a presztízsből nem tud idehaza kamatoztatni semmit sem. Nem kerül bele az aktuális kultúrtörténetbe, ami éppen most zajlik. De azt gondolom, hogy van egy misszió például a nem galériási művészek fele is. Kiállítóterek, non-profi kiállítóterek, lásd Debrecenben ez a B24 galéria, én is kiállítok. Ráadásul vidéki galériaként mutatja magát, és ott most már ugye Modem mellett a harmadik olyan hely, ami a kortárs reflexiókra mutatja be. Tehát van ezeknek egy arctalan része, és van, aki megmutatja magát. Központjává vált rövid időn belül ez a térség maga Debrecen. Kortárs szereket hozni, akár debreceni illetőségi művészekkel, akik nem élnek ott, vagy ott születtek, vagy ott alkottak esetleg, vagy valamilyen kötődésük van. Például a B24 galériának ez egyfajta missziós tevékenység, hogy ezeket is bemutassák. Hogy kerültél te oda? Én úgy kerültem oda, hogy galéria vezetője, Szobosztai Ura hívott meg engem. Ezelőtt a kiállítás előtt egyetlen egy alkalommal dolgoztunk mi együtt. Tavaly évben egy volt évfolyamtársamnak, a remek képzővésznek, Antal Balázsnak volt egy kiállításon, aztán később meghívott rá egy hónapra, hogy sajnos nem tudtuk akkor beszélni, de hogy rám gondolnak a következő kiállítás alkalmával, mire gyakorlatilag van egy évem. Ez könnyű dolog, hogy van egy egész évet az alkotásra? Én azt gondolom, hogy igen. Nem veszel el benne, és nem az utolsó pillanat, mint a vizsgákon, hogy utolsó napon akkor tanulunk gyorsan valamit? Én nem tudok elveszni benne. Nyilván valakinek ez lecces, az embere válogatja. Egyszerre kezdtem. Szinte mindent egyszerre kezdtem, meg voltak már, mivel akarok előrukkolni, és
ezt bele kellett kezdenem. Tehát, hogy viszonylag hamar átgondoltam, kb. Egy hét leforgás alatt meg volt, hogy én mit szeretnék ilyen. Hát nyilván szerettem volna még olyan munkákat kiállítani, hogy tudom, és ez csúnya szó, még egy kört le lehet húzni. Mivel ezek nem voltak mindenütt láthatóak, tudtam, hogy még egy visét megélnek ezek a dolgok. Ilyen volt a jellemtípő sorozatom, ilyen volt például 2011-ben kiállított két élvilágítós támlám. Az első kiállításom volt, ahol kurátorok volt. Az Iberhaj Zsuzsa kurátor segített nekem, aki egyébként a Szentendrei Ferenci Múzeumnak az egyik kurátora. És természetesen az új képek, egy új sorozat, az említett monoplanzuszok és egy installáció, papírszalagokból készített fejek, körülbelül 210 darab fej, egy halomba rakva. A címe az, hogy Ego Balance. Ezzel minden nap foglalkoztam. Minden nap csináltam egy fejet. Nagyon kevés idő volt. Tehát, hogy 200, nem tudom, 10 fej, 210 nap. És ezt halomba rakva, ez egy egészen ilyen könyörtelen mementó hatás. Érdekes, mert ezek a, például az installációs dolog, ez egy teljesen új dolog számomra. Tehát én nem foglalkoztam ezzel. De embereket nagyon érdekli, mert sokkal jobban tudnak térben gondolkodni, mint abstrahált síkot újra kivetíteni saját maguknak. Igen. A látványra megy rá az ember, nyilván nagyon sok múlik a látványon. Hogy ez milyen hatást vált ki az ember? Jó installáció, elgondolkoztam, hogy mindig vannak kérdőjel, nem csak a mondani való tekintetében, hanem technika tekintetében. Egy jó mű, az vagy kérdőjel, vagy felkiáltójel. Olyan nincs egy pont. Tehát a pont, az egy lezárt történet, az egy pont. Annak már nincs kiterjedése. A kép az mindig a nézőnek a fejében alakul ki. Leképezni csak saját maga tudja. Nem tud más szemével látni, képtelen vagyok. Objektíven nem lehet látni semmit. Mindig minden szubjektíven látni. Mert benne vagyunk mi. És ehhez kell hozzárakni akkor azt. Úgy kell installálni, úgy kell a képeket, úgy kell a hatásokat elérni. Ugye, te általad gondol dolgok, azért valamennyire próbáljanak bemenni a nézőfejébe. Pontosan. Mindig egyfajta kérdőjeleket, én nem kiáltok fel, én kérdőjeleket teszek mindenfelé. Mindenkinek személyes története lehet ezekkel a képekkel kapcsolatban. Mindenkiben van, kell egy érzés. Elvárom, hogy ezeket elgondolkozzon, és feltegyen magába is kérdéseket, és akár meg is válaszolja ezeket. Amiről érdekesnek gondolom, beszélhetnék, az pontosan ez az ego-balansz. Az egész napjaimat letöltöttem, hogy egyfajta ilyen meditatív számvetés is volt. Mindig vannak ilyen elvarratlan szálak az ember életében. Ez egyfajta terápia volt számomra. Pont jókor jött, és pont kellő időben. Ez a monotonitás, hogy ezeket a fejeket saját magam fején készítettem, mert mindegyik feje saját fejemen készült. Nincs más fejemben, csak az egyik. De mindegyik más karakter. Ez a balanszer sem véletlen, és maga az egó sem véletlen. Ezek a fejek gyakorlatilag megtartják egymást ebben a halomban. Mert nem csúszkálnak, nem húzódnak, de mégis ki kell, hogy egyenlítse a súlyok egymást, hogy ezek ténylegesen a térben ne mozogjanak, ne essenek le. Az ilyen halmok mindig asszociatívak, akár egy ilyen mementó hangulatra, egy kicsit a halál közeli dolgokra, kicsit az elmúlásra, hát nem is kicsit nagyon. De ugyanakkor én például pontosan nem ezt a fajta dolgot szerettem volna hangsúlyozni, hanem az egymáshoz kapcsolódásokat. Az énünkhöz és máshoz való kapcsolódásokat fejük át. Egyfajta hálózatot hoztam vizuálisan létre ezzel. Nem kapcsolódnak egymáshoz, de érintik egymást, és egymáson vannak, de ezáltal egy olyan vizuális struktúrát hoznak létre, ami egy kavargó, kobolygó látványt ad. Így kapcsolódunk valahol egymáshoz.
a la virtuális.